A színpadon Szent Márton Kátáról egy modern tánc kategória. Táncolnak a lányok, és már ők sem először látja, vannak itt a színpadon, aki mit tudom. 6 éve alkotnak egy csapatot, és több versenyen már szerepeltek, legnagyobb eredményeik közé tartozik. A 2009-ben a Pest megyei Ki mit tud megnyerése volt. Felkészítőjük Macner Gábor.
meg is érdemlik a lányokat tapsolt, mert hihetetlen igényes produkció volt ez, amit láttunk tőletek. Nagyon-nagyon tetszett, nagyon sokszínű volt a dolog, ugye kezdtétek a maszkkal. Borzasztó jó harmonizált a maszk, én nem szeretem egyébként ezt a maszkosot, de ez marha jó volt. A maszka hajjal, tehát annyira kifejező volt, annyira hatásos volt, hogy úristen ijesztő volt. Tehát nagyon-nagyon ütős volt az elején. Picit féltem tőle, hogy mi fog ebből kikerekedni, aztán jött az átváltozás, ami nagyon-nagyon jó ötlet volt. A csúnyából kivirultatok, és mint egy báb, hernyó, gyönyörű pillangók lettetek belőle. Viszont a zene kőkemény volt, és ezt a zenét baromi jól láthattátok ezzel a precíz, pontosan végrehajtott mozdulatokkal, tánccal. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon dinamikus volt, akrobatikus volt, rengeteg jó akrobatikai elemeket tettetek bele, illetve a koreográfus, gondolom. De ebben ti abszolút partnerek vagytok, mert nagyon jó alanyok vagytok hozzá. Jó tánctudással rendelkeztek. Én a tegnapi napon is említettem az egyik csoportnál, hogy egy picit próbáltok klasszikázni, nagyon sokat segít a mozdulaton az, hogy tartásotok legyen, hogy szép spiccek legyenek. Tehát egy picit jó, hogy csempészétek bele a tréningekbe, nektek is javaslom. Nagyon-nagyon jó volt, gratulálok. Köszönjük szépen. Köszönjük, lányok, szaladjatok a kikönyvőt.